Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, 1v1 technikák 7. rész. Aki nem tudja, hogy mi az Isten nyila folyik itt, és random rátalált erre a videóra, Klavi barátommal 1v1 technikákat mutatunk be, ezért is megkérnélek szépen, hogy csekkold le az előző részeket, hogy lásd, hogy azért nem teljesen a levegőbe beszélünk, és megvan a kellő tapasztalat. Hogy úgy mondjam, nos, MV3-ra kerül most a sor, ugye szépen végigmentünk majd, hogy nem az összes kodon eddigre, már csak kod Ghost hiányzik, és Call of Duty World at War, hogyha sikerül beüzemelnünk, legalábbis nekem, ha sikerül beüzemelni, hosszú történet, akkor lesz World at War is. Nos, MV3, jaj, te szemét. Úgy választottunk már pályát, hogy egy pálya legyen számomra, egy pálya legyen számára, ugye kinek melyik a kedvezőbb, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én mellett a szörnyűség mellett döntök, ha bár ez az egyik pálya, amit a legjobban szeretek, de nem az egyik pálya, amit a legjobban tudok. Úgy néz ki, tehát azt hittem, hogy az egyik pálya, amit a legjobban tudok, lehet, hogy más pályát is kellett volna választani. Természetesen meg voltak a szaros internet gondok, volt egy-két furcsa dolog, amikor így, hát halljál, nem halt, lehet, hogy azért, mert akár, nem tudom, nem ment, az a lényeg, hogy nem ment, és itt már amúgy is a negyedik játékon voltunk már túl, ötödik játék, fárad az ember. Na, de nem is az a lényeg, hogy Klavi nagyszerűen játszott, annak ellenére, tehát kizárva sok fasságot, ahogy internetlag, stb., akkor is megnyerte volna a meccset, szóval ez tiszta sor, mert egy nagyon okos dolgot csinált megint csak. Egyrészt megszerezte azt a bizonyos első killt, és én voltam a hülye, de rettentően hülye voltam az első killnél, ahol Klavi lelőtt. Mit csináltam? Tehát egyből be a legtipikusabb helyre, tehát így be oda ugye arra a felső részre, ahol elbújtam, és hátba lőtt. És teljesen okos döntés volt számára egy külső útvonalat felvenni, és onnantól kezdve vége volt a partinak. Na mondom, bazd meg, a legamatőrebb hibát elkövetni, amit el lehet követni ebben a játékban, azt én megcsináltam, és onnantól kezdve már gyakorlatilag ugye megint csak az önbizalom lejjebb ment, Klavi elkezdett egy kicsit felpörögni, és már is jöttek neki a killek. A AK-m nem adta be, utána egyre több ilyen amatőr hibákat követtem el, és gyakorlatilag vitte a pálmát. De hogy miért sikerült ennyire jól vinnie a pálmát? Egyrészt ugye agy leblokkolás megtörtént nálam teljes mértékben, nem tudtam uralni a gondolataimat, az érzéseimet, minél gyorsabban akartam szerezni egy kirt, nagyon csalódott voltam az internet miatt, de amiatt nagyon csalódott voltam, tehát teljesen elment a játékedem, hallani is fogjátok a live-ban, hogy na mindegy, hosszú, tehát látni fogjátok a live-ban, hogyha oda kerül a sor, hogy azért struggling az megvolt, kurva anyját, de ez van, tehát így is úgy is nyert volna a Klavi, tehát itt nincs mese, és mégpedig a technika, amit alkalmazott, nagyon jól megcsinált, az ugyanazt, amit a COD 4 crash pályájánál is, és az ugye a terület lefedés volt, vagy spawn lefedés, ezen a pályán is gyakorlatilag kettős a dolog mércéje, mert gyakorlatilag két spawn helyre spawnolhatsz itt is, vagy ide le a gödörbe, vagy oda fel a dolog lényegére, és amit Klavi megpróbált itt csinálni, a semmi más, csak lefedni azt a középső részt, mert egyrészt tudta, hogy elborult az agyam, tudta, hogy csalódott vagyok már a játékkal kapcsolatban, és teljes mértékben jó munkát végzett. Nem beszélve arról, hogy ezen a középső részen gyakorlatilag elég jól el lehet bújni, ki lehet taktikázni a dolgokat, és pont spontól spont fedett le. Nálam a hülyeség, amiből szerintem sokat lehet tanulni, hogy én meghagytam. Hagytam, mert már egyrészt nem érdekelt. Tehát ez az a pont, hogy mikor eljutatod odáig az ellenfeledet, hogy nem érdekli, akkor teljes értékben megnyerted a meccset. Jó, engem azért nem érdekelt, mert nem szuperált az internet úgy, ahogy szuperálnia kellett volna, és az kurva idegesítő játék közben, és na mindegy. És az volt a pont, ami így nem.
nem érdekelt már, és ha eléred, már el lehet érni, ha bár lehet, hogy jó az ellenfelednek az internetje, de el lehet érni az ellenfelednél azt, hogy nem érdekli már. És akkor elköveti a legnagyobb butaságokat gyakorlatilag. És ugye azt el lehet mondani, hogy 1v1-ben két butaságot elkövetni, és vége a játéknak, vesztettél, tehát nincs témázás. És ráadásul annyira el volt már borulva az agyam, hogy Klavinak erről ködnie sem kellett abban, hogy legyőzzön. És ez volt a lényeg, hogy elérte azt, hát nem csak ő érte el azt, hanem az internetem is elérték azt, hogy elmenjen a kedvem a játéktól, hogy feladjam, és már kori stádiumon feladtam, és elkezdtem rásolni, mint a hülye gyerek, hangosak voltak a léptém, mert perkeket nem használtunk, készekek nem voltak, hangosak voltak a léptei, mindent hallott, simán kijátszott, hát ez van, és egy nagyon egyszerű és biztos technikával azzal, hogy lefette gyakorlatilag a két pont, megnyerte a játékot. Igazán értelmet ez a játék nem az én szemszögemből én nyer, hanem Klavi szemszögéből, amit láthattok majd, és hát ott szerintem egy nagyon easy win fogtok látni. A következő, tehát így többet nem is nagyon tudok elmondani erről a technikáról, tehát beszéltem egy kicsit ugye Kod 4-ben erről, tehát van egy belső kör, tehát úgy képzeld el ezt a spawn point lefedést, hogy két körre osztod a pályát, van egy belső kör és van egy külső kör. És a belső körnek, ha a szélén mozgolódsz, akkor le tudod fedni a belső kör közepét és a külső kör teljességét, és Klavi gyakorlatilag nagyon jól alkalmazta ezt, és nagyon jól sikerült lefednie ezt az egészet, és semmi más dolga nem volt gyakorlatilag, csak ide-oda tenni a fegyverét egyik ponttól a másikra, én meg csak így belefutottam a golyókba, és meg volt számára a kill. Nos, ez az MV3, ez egy ilyen érdekes 1v1 volt, itt nagyon már nem tudok már mit mondani róla, hogy mi az, ami különlegessége. Jó fegyvert, jobb fegyvert is választott, mint én, azt kell, hogy mondjam, és a másik körben, tehát ahol már az Agroundot játszottuk, ott én nyertem. Igazából az Aground az egy érdekes pálya, én AC-rel jöttem, és ő csipával jött. Egyrészt, hogy kompenzálja nekem a laggomat, hogy legyen egy fairsége a játéknak. Másrészt pedig, mert sneaky motherfucker, és tudja, hogy az AgroundAz egy olyan pálya, ahol csipázni lehet kőkeményen, mert az Agroundot, hogyha aki nem ismeri az MV3-on, a face-off módozata, hogy nagyon kis pályákból áll, és 3v3, 2v2 vagy 1v1, 1v1-et lehet rajtuk játszani, és ő ezt a pályát választotta direkt, mert tudja, hogy gyorsabb, mint én, és precízebben lőem. Ám ugye, és ráadásul csipával is jól lő, és ez a pálya máshol nem szól, csak egy ilyen keresztbe útvonal van, ahogy beszponol az ellenfél, már rögtön ki is tudod csipázni, és sokszor elő is fog fordulni, sokszor láthatjátok is ezt a kis apró jelenetet, úgyhogy ez az MV3 egy ilyen elkúrt 1v1-ezés ebből a szempontból. Az Agroundot nevű pályán egy-két alkalommal fordult olyan elő, hogy sikerült egymást kitrükközni, de lényegében arról ment az egész rá, hogy spawn kill. Amint beszponol, azonnal meglássam, azonnal lelőjem. Legalábbis a Klavi részéről fontos volt ezt a technikát alkalmaznia, és akkor jöjjön a napi tanulság, ha egy olyan pályát játszol, ahol tudod, hogy van egy hosszú, egyenes résed, ahol át tudsz nőni csipával, és tudod, hogy szembe spawnol az ellenfél, azt ki kell használni. Viszont nem sokszor lesz rá ilyen lehetőséged egy védjegyzés közben, hogy egy olyan pályán fogtok játszani, ahol csipával egy résen át lehet lőni, egy ilyen légtéren át lehet lőni valahol, és gyakorlatilag ugye habár kompenzálta azt, hogy egy lag, hogy nekem ping problémáim vannak, és hozott egy csipát, de megvolt az előnye is azzal, hogy a pályaszerkezet olyan volt, hogy csipásoknak jobban kedvez, mint gépfegyvereseknek, nem beszélve, hogy a mesélővés felszereléssel hihetetlenül jól eltűnt mindenhol. Sokszor nem is vettem észre, de mégis
a gameplaynek maga az elkutsága benne van, mert az nyert, aki gyorsabb volt. Az nyert, aki gyorsabban reagált a spawnra, az nyert, aki... Tehát nem éreztem ezt igazán nyerésnek, ezt a pályát, mert ez... Azt az egy-két killt, amit látni fogtok, ahol sikerült kitrükközni Klavit, azt éreztem nyerésnek, az volt az igazi win. Az, hogy most itt egyel nyertem, vagy francia tudja mennyivel, ez nem volt nyerés. Ezt a két 1v1-et, amit játszottunk itt, elbuktam, tehát teljes mértékben. Az aground az csak leszámítva azt az egy-két killt, ahol így faszán kitrükköztem, átjártam a fején gyorsan, az egy nagyon jó dolog, és egy ilyen tanulságos dolog, úgy gondolom, de ez csak egy ilyen fura gameplay. Itt természetesen Klavira kell gondolni, mert itt ő szeretett volna fölénybe kerülni. Az első pályán, ugye, amit én választottam, ha bár úgy gondoltam jobban ismerem, kiderült, hogy mégsem. Ismerem jobban, és az Ögrannál, ahol úgy gondolta, hogy fölényben lesz a pálya kis, tehát a pálya kis kicsisége miatt, és amiatt, hogy van egy nagy légtér benne, ahol sniperrel nyugodtan lehet lőni távolról, és tudva azt, hogy nem lehet látni távolra ezen a pályán, ő számította el magát gyakorlatilag, mert annyira fejben tréningeltem magam, hogy ez most egy olyan pályát választ, ahol szóna szétszopott engem, hogy sikerült bizonyos szempontoknál fölülkerekedni, és tudtam, hogy mire megy ki a játék, és a végét nagyon figyeljétek meg, mert annyira kis szemét volt, hogy kettő killel vezettem, két killel vezettem a vége előtt, nem, de két killel vezettem a vége előtt, hárommal vezettem ki a vége előtt, és lelőtt, fölvette a fegyveremet, és azonnal reagált a spawnomra, és azonnal lelőtt, és mert tudta, hogy gépfegyverre sokkal jobb lesz, és gyorsabb lesz, és a többi, és gyorsan egy 30 másodpercen belül be akarta hozni a lemaradását, de már nem sikerült. Szóval gondoljatok végig ezt a Klavinak ezt a gyors alkalmazkodását, amit csinált. Kiválasztott egy olyan pályát, ahol eleve ő előnyben van, nagyon jól csinálta. Kiválasztotta azt a fegyvert, amivel hát a felséget tükrözve tudta, hogy előnyben van. De azért mégis fel volt a fáj, tudta, hogy előnyben van. Kiválasztotta azt a pályát, ahol a csiparuha beleolvad a környezetbe, és megpróbálta a saját játékát rámerőltetni, hát hál' Istennek bizonyos killeknél ez mind fordítva sült el, mert gyorsan sikerült reagálnom egy-két helyzetre. De hogyha például az Erosion nevű pályát választotta volna, na az egy sneaky motherfucker pálya, mert össze-vissza bujkáltam volna, össze-vissza trükköztem volna, és ott nem tudta volna kihasználni a játék szíveszel. Szóval le a kalappa a Klavi előtt mind a két mesnél, mert nagyon okosan csinálta, és már most már ott olyan szinten vagyunk, ahol már ismerjük egymás játék stílusát, nagyon nehéz játszani a másik ellen. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, élvezzétek a további live gameplayt. Ez a spawn, geci. Szép. Az igen, az milyen reflex volt te? Semmilyen, belagoltam. Jó, te is legalább. Igen. Ó, esélytelen. Hülye ez a taktika, bazd meg. Az igen, én is lejön labdolok. Jaj! No! No, no, no. Baszki, te is itt mászkáltál, nem? Igen, hallottam a lábam, hogy a...
LOL! Ez a hitmarker. Lehet átlőttél a izén. Hallottam, hogy valahol ott fegy, de nem tudom, hogy hol. Az igen. Jól elbújtunk. Ja. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Elbasztam a célzásomat. Menj, gránát, menj meg! Hát az gyenge dobás volt. Leszíroztam azt a helyet, ahol lőtt, és nem láttam, hogy hol volt. Na, faszom. Bocs, köz. Bakke. Ne! Bazd meg! Ah. You've lost the lead. Ah, kurva élet. Sneaky motherfucker! Azt hittem, nem nézek hátra! Én is rá akartam menni, de nem. Gondoltam. Hol a csipád? Ja, már izével mentél. Mi? Hát a kezemben magnum volt. Igen, igen. Ha? Oh. Azt hittem, hogy volt arra. Én is. Ha, tudtam. Az igen. Full lesz, itt nem fönt vagy. Az igen, így mellé lőni. Sikerült elmenekülnöd, te? Szemét láda. Azt kell, visszatüsszentek. Ah, nagyon rossz. Time's almost up. Wow, de megijedtem, úristen, de beszartam. Jaj. Ha ezt behúztam volna gyorsan ezt a kiltet, akkor jaj. Akkor még lett volna az, azért vettem...
tudtam! És most beszoptam. Ez az a pillanat, ahol beszoptam a teljes gémet. Nem biztos. Hát ez nagyban függ a taktikától. Amit csinálni fogsz. Én nem halsz meg. Jaj, elfelejtettem, hogy iszem van. Aha, majd abba belemegyek, igen. Ó, oh, szép volt. Ez csúnya vereség lesz nekem. Ne, még... Há, fel is készültem. Nagyon, nagyon durván lesebződtem. Fel is készültem pedig rá. Áááá, utolér! Csúnya! Ura, hogy nem halsz! Ez már megint az a játék, ahol nem... Hát. Nagyon lesebződtél, mi? Igen, de az ott baszta, hogy futottál, azt hittem jobbra fogsz jönni, csak hallottalak hátulra. Á, leszarom. Ez már az a ponton leszarom. Jó. Már nincs értelme. Zavar, amikor tudom, hogy be kéne kapjam a killt, és nem. Meg kéne kapd a killt, ja. És nem, ilyenkor már nem izgal. A játék már veszett ügy. Most is nagyon nehezik. Hülye vagy! Azt hittem ott vagy a izé mögött, azt nem tudom, hogy hol vagy, erre előbb jobbról telibe. Úristen, de beszártam. De megijedtem. Nem láttalak. Őszintén pedig ott vagy. Izgulok gecire amúgy. Én is nagyon paráztam most az előbb. Nagyon nagyobb faktor, hogy félrelőjek. Láttad, bazd meg? Megnézem, hány golyód volt. Semmi. Én meg egy tárat eresztek beléd, bazd meg. Ez nagyon durva. Ez egy köcsök dörő. Fú, bazd meg. Lelőttél negyed tárral, én meg beléd eresztek egy tárral. Vagy ez ilyen OK köcsök dolog? Komolyan nem vettél észre, itt feküdtem az autó tetején. De észrevettelek, azt hittem hulla. Szép volt, szép, na ez egy szép trükk. Stanokat dobálunk, mi? Hát, már nem izgat. Már nem izgat. Pedig ez az autó jó barátom volt. Mögöttem voltál? Onnan, esküszöm, onnan hallom. Jaj, tudod mi volt? A flashed ellökte ott azokat a gumikat, amik vannak ott ilyen kerekek. És azok, ahogy lezuhannak, azoknak van hangjuk. Azt hallottam. Azt a kurva, ez nagyon közel volt. Hallom, hogy itt vagy amúgy valahol. Jaj, rossz helyre néztem. Na, ez mi volt?
Hát... Ez mi volt? Ez nem tudom, RNG-zus beadta. Geci, és még belesérültél a leúrásodba is, és nem adott be, ja. Nem adta be. Na jó van, adjuk. Ez... Ah, az igen. Ez pedig egy fasság volt. Pedig még csak nem is lőttem mellé, vágod. Ez egy fasság volt. Szép. Kösz. Ez az ACF. Hogyha ugyanaz áll fönt, akkor szívás. A késem mellé! Még be is készítettem előre meg minden. Ez mi a pöcs volt, Klavi, bazdmeg? Hát, nem beráltam az autót. Nem az, hogy a kocsi felrobbant, hanem az, hogy nem. Ja, az, hogy nem tud ellőni. Hát nem tudom, vágod. Nem az, hogy... De áááá... Szar. Tudom, rendes connectionnel itt már annyit haltam volna. Gameplay nem tudok mit csinálni. Tudom, sajnálom. Ha mindegy, belekerül, jó lesz az valamire. Igazából nincs benne semmi, amiről tudnék szép. Beszélni. Szép volt. Gyerekek, ilyen az, amikor rossz a ping. Az igen. Ez most nagyon szép volt. Ilyen az, amikor egy pillanatra jó a pingel. Ja, ez most jó volt. Ezt én basztam el. Ja, ez most szép reflex volt. A 17-8. Egy perc van hátra. Ehhez a gameplayhez nem tudom, te mit tudnál hozzáfűzni? Hát nem tudom. Rage-elés visszatartás a kód közben, max ennyit. Hát, ja. Amúgy esküszöm, már lehet érezni, hogy leszarad. Hallom, hogy futsz meg mindennel. Nyilván, amikor nem szarad le, akkor nem futsz ennyire. Megnézzük a te pályádon. Ó, LOL! Bedobtam laktól, bedobtam... Mi nem maradtam? A izét, ja. Hát, és a lakba elém dobta. Szép. Meg engem is visszadobál meg innen. Alapfaszba vagy, gyere már ide. És mit bujkálsz? Nem bujkálok, kereslek. Még futok is. Jövök. Mit vagyok a hídnál? Csata. Jó, kész csata. Hídnál, ja? Itt a... középen az autónál. Igen, igen, igen. Hogy... jól van, oké. Hát elkezdtél rám lőni. Hát elkezdtél rám lőni. Nem lőttem rád. Hát dehogy nem, láttam, hogy jöttem. Hogy hol vagyok. Ja, jó. Hát besétáltál elém. Ha, szép. Mi a fasz történt? Miért nem késeltél le? Nem működött az e-gombom. De, én nyomtam kést. Te is nyomtál kést? Jó. Igen, el is indította. Miért nem adja be? Nekem el is indította, csak nem... Tehát tér gyorsabb volt. Mindegy, lementem ezt, aztán...
Ez a pálya, te. Nem rossz az a map egyébként. Nekem tetszett ez a face-off téma. Nekem is. És frankon izével jössz? Hát, amilyen szar connectioned van, még így is lehet, hogy izé néha rage-elni fogsz, mert nem ad be dolgokat. Hova bújtál? Te hova bújtál? Én bazzak, sehova. A hulládra azt hittem, hogy te vagy. Oh, ott jön, onnan jöttem el. Tudom. Körbe mentünk, szerinted? Igen. Ó, veszi. Jaj, anyád. Szép. Ne! Pedig lőttem, szép volt. Ne! Nagyon szép. Mok. Hát az volt a baj, hogy azt hittem, hogy másik oldalt fogsz kijönni. Keci, nem vettelek észre, hogy kijöttél. Végig lekövettelek, és azt nem vettem észre. Nagyon beleolvadsz. Környezetben. Szép. Esélyem nincs távolra. Hát ez... Ja, hát ez van. Ja. Ne. Hallottam már a léptédet túl későn. Oh, lol. Ez nonsense. Hát spawn. Peekaboo. Nem tudok mit csinálni. Esélyem se volt. Jó volt, jó volt. Picsába. Ha ne basszál már. Lőttem rá, de nem. Ez a spawn, geci. Szép. Köszi. Jaj! Ez a spawn amúgy. Inkább. Az igen! Az milyen reflex volt, te? Oh. Ólag! Semmilyen, belagoltam. Én is. Te is legalább. Igen. Ó, esélytelen. Taktika, bazd meg. Az igen, én is nagyon laggolok. Jaj! Azt hittem másik oldalt vagy. Na! No. No, no, no. Baszki, te is itt mászkáltál, na? Igen, hallottam a lábnyomaidat, vagy a lépéseit hangját, de...
Amúgy no. Ez a hitmarker. Lehet átlőttél a izén. Lehet, nem tudom. Hallottam, hogy valahol ott vagy, de nem tudom, hogy hol. Az igen. Jól elbújtunk. Ja. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Elbasztam a célzásomat. Menj gránát, ments meg! Hát ez gyenge egy dobás volt. Ne! Azt sem láttam, hogy honnan lősz! Lecéloztam azt a helyet, ahonnan lőttél, és nem láttam, hogy hol volt. Na, faszomat vele. Már más. Egészség, egészség. Bocs, köz. Bakke. Ne! Ez meg. Ah, kurva élet. Snake, motherfucker! Azt ne. Hittem, nem nézek hátra! Késre akartam menni, de nem sikerült. Gondoltam. Hol a csipád? Majd izével mentél. Mi? Hát a kezemben a Magnum volt akkor. Igen, igen. Ha? Azt hittem átmegy túloldalra. Én is. Faszom. Ha, tudtam. Az igen. Full azt hittem fönt vagy. Az igen, így mellé lőni. Az csúnya. Sikerült elmenekülni, te. Nagyon nettesen. Szemét láda. Ó. Szép. Baszki, össze visszatüsszentek. Nagyon rossz. Oh, de megijedtem, úristen, de beszartam. Jaj. Ne, szép. Ha ezt behúztam volna gyorsan ezt a killt, akkor még iszé... Akkor jaj. Akkor még lett volna a drót. Azért vettem fel a fegyódat, hogy átállj drót feltakozni, de nem. Szép volt.
Ez szerintem egy jó játék volt, ez a Face of Mafia, ez adta nekem. És az így jó volt, hogy ilyen csipával te izével voltam, mert akkor legalább két különböző játékstílus volt. Jó volt.